hogyha szürke a világ, sose búsulj színezd át. Sose búsulj a világot színezd át. Te is tudod, hogy van ez, ahogy nézed, olyan lesz. Ahogy nézed, ez a világ olyan lesz. Szeptember 6-án érkezik Szolnokra a Színezd át társadalmi célú országos kampány. A gyerekeket és szüleiket is megszólító egésznapos program a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának megismerését és elfogadását, valamint az esélyegyenlőség fontosságát hangsúlyozza. Szolnokon a családi napnak a Tiszai Hajósok tere ad otthon. Van egy fajta színes világunk, amiben azonban nem látunk mindig olyan színeket, mint amit valójában látnunk kéne. Nem úgy látjuk az embereket, nem olyan színesnek, nem olyan szépnek, nem annak, ami ők maguk. És ugye attól kapta ezt az elnevezést, hogy színezd át, hogy az volt az elképzelésünk, hogy a gyerekeken keresztül, akik ugye még érintetlenek mindenfajta olyan kérdésben, amik az embereknek a megkövesedett gondolatait érintik. Tehát, hogy rajtuk keresztül megmutassuk azt, hogy hogyan tudjuk a régi gondolatainkat, az értékítéleteinket egy kicsit újra gondolni, átszínezni, és színesebbé tenni ezáltal a világunkat. Gyertek, amit tanultatok! Tapsol! A Színezd át programsorozat állomásain bizalomépítő, egymás megismerését segítő drámajátékokkal készülnek a szervezők. A játékok célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gyermekeket és a szülőket, és így akár hosszú távú barátságok is kialakulhassanak. A programnak a legfontosabb célkitűzése az, hogy mindenféle előítélet nélkül örömteli tevékenységben tudjanak együttműködni a gyerekek, és ezt látva a felnőttek is egy picikét érzékenyülhessenek a témával kapcsolatban, hogy ne legyen se származás, se egészségi állapot alapján előítélet. Bennük. Ehhez a legjobb tevékenység a drámajáték, a másik pedig a kézműves tevékenység, amikor örömmel, felszabadultan, együtt játszva, tevékenykedve, mindenféle előítélettől mentesen ismerhetik meg egymást, és tölthetnek el együtt nagyon kellemes perceket. A programsorozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja, a kampány fővédnöke Balogh Zoltán. Egy kormány képviselőjének, egy politikusnak, egy közéleti embernek, de talán mondhatom így nekem személyesen, mint magánembernek, vagy civilnek is, mert alapvetően mégiscsak az lennék, nem beszélve arról, hogy van egy lelki foglalkozásom is. Nagyon fontos az, hogy az országban hogyan gondolnak egymásra az emberek, hogyan élnek egymással, hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan találják meg a közös hangot, mert meg vagyok győződve arról, hogy Magyarország jövője azon múlik, hogy megtaláljuk a közös hangot, amiben benne vagyunk, az, ami más, megkülönböztet a másiktól, meg az, ami közös bennünk, és a kultúra egy ilyen közös hang. Azt szeretném, ha egymásért érdénk, és ne egymás kárára, hanem egymás javára ebben az országban, és ez a művészek segítenek a maguk eszközeivel. Úgy gondoltam, hogy én is ideálok emellé a saját eszközeimmel. A családi nap után minden állomáson a Szomnakai előadással zárul a program. Szolnokon a Szigligeti Színházat helyet a darabnak. A zenés táncos musical egy roma lány történetét meséli el, sorsának különböző állomásai elevenednek meg a színpadon, miközben saját útját keresi a világban. Az előadás szereplői itthon és világszerte is ismert zenészek, énekesek. Két dalt játszom ebben a darabban, hihetetlenül élvezem, és nagyon jó látni azt, hogy milyen hatása van ennek a darabnak, és mi az üzenete. Hiszem azt, hogyha olyan embereknek, akik kilátástalan életben élnek nap mint nap, azoknak igazából tudunk egy kis kapaszkodót adni, hogyha keményen dolgozol és hiszel valamiben, és oda teszed magad, akkor bármit elérhetsz. Teljesen mindegy, hogy milyen színű a bőröd. Ebben a produkcióban
engem kivéve gyakorlatilag mindenki roma. Tehát azt lehet látni, hogy nagyszerűen dolgozunk együtt, mint mondtam, nekem ez már egyáltalán fel sem tűnik, hanem egyszerűen a zene ereje, a művészet ereje, az egésznek a hatása, azok az erőteljes érzelmek, amik ebben a dologban vannak, azok, amik elfeledtetik azt, hogy valaki roma, nem roma, itt emberek dolgoznak együtt, embereknek mutatnak meg egy szituációt, olyan szituációt és egy olyan játékot, és egy olyan valamit, ami bárkivel előfordulhat, nemre, fajra való identitás nélkül. Ez a darabnak a mondani valója, hogy mindenki, ha érzi magában a tehetségét bármi iránt, és veszi a bátorságot és a hitet, a kitartást, akkor megvalósíthatja az álmait. És ez nagyon közhelyesen hangzik, de ez a közhely, ez nekem nagyon fontos, és ezért közel áll hozzám ez a szerep. Több roma zenész, művészek lesznek benne, neves művészek, akiknek már csak az életük, amit éltek eddig, és ahová eljutottak, már csak az is egy példaérték, hogy igenis a romák is tudnak elérni dolgokat, és nagy dolgokat is el tudnak érni a romák. Szerintem már csak ez egy olyan dolog, amire fel lehet nézni. A Színezd át kampányt minden állomáson egy-egy helyi védnök is támogatja. Azért vállaltam el ezt a felkérést, hogy összehozzuk az embereket, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a romákat és a magyarokat, a fogyatékossággal élőket, akik különböző problémákkal küzdenek, akik mozgáskorlátozottak, hogy egymásnak sokkal könnyedébbe tegyük a mindennapokat, hiszen én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egymásra odafigyeljünk, hogy sok szeretetet adjunk, hogy adjunk egy jó szót, egy mosolyt, az odafigyelést, és erre igazán szerintem jó alkalom ez, hogy felhívjuk a figyelmet. Szólnak a társadalmi célú kampány 5. állomása lesz. A Tiszaparti városban sok érdeklődőt várnak az egész tapos programra. A mi városunk, gondolom hasonló, mint sok más város ennek az országnak, igen, sokat dolgozik azon, hogy a normális békés egymás mellett élés lépmagas szintre kerüljön. Fogadjuk el egymást, fogadjuk el azt, hogy a másik is ebben a világban él. Nagyon fontos dolog, hogy van iskolánk, aki a roma gyerekek felzárkóztatásával foglalkozik. Vannak olyan programjaink, mondjuk az Ádámok és Évák színi előadás, ahol mindenki a fogyatékosoktól kezdve az ukránokon keresztül a románokig részt vesznek programjukkal. Ezek iskolai programok. Most éppen a Hegedűsti András Alapítványi Iskolának a diákjai nyertek nagyon szép díjat, ők roma fiatalemberek. De van egy versmondó versenyünk, vannak különféle gyerekeket megszólító programunk, ahol bemutathatják a kultúrák különböző szegmenseit. A Színezd át kampány legfontosabb célja, hogy nyitottabbá váljunk egymás elfogadására, ami mindenkinek mást jelent. Számomra az elfogadás leginkább azt jelenti, hogy tisztelettel nyissak a többi ember iránt, legyen az más korú, más nemű, más problémákkal küzdődő, más származású, legyen ő is nyitott az én személyem felé, és én is hallgassam meg, figyeljek a szavaira, és igazából gördülékenyen történjen egy olyan kommunikáció kettőnk között, ami után azt mondhatom, hogy ez építő volt számomra is. Egymás elfogadása számomra azt jelenti, hogy tiszteletbe tartjuk azt, amiben különbözik a másik tőlünk, de nem csak tiszteletbe tartjuk, hanem fel is fedezzük, ugyanakkor fölfedezzük azt, ami bennünket, az egy vérből teremtett emberiséget nagyon mélyen összeköt, hiszen mindannyian emberi lények, érző emberi lények vagyunk, és éppen ezért egymás számára vagyunk teremtve. Számomra az egymás elfogadása, a tolerancia azt jelenti,
hogy adunk esélyt az embereknek, hogy megmutassák azt, hogy igenis ők is lehetnek valakik, és hogy ő bennük is fantasztikus dolgokra érenek. Egymás elfogadása számomra azt jelenti, hogy az emberek épp ésszel éreznek, épp ésszel gondolkodnak, és elfelejtik a prekoncepciókat, csak a másik embert, a másik embereket látják olyannak, amilyennek magukat is szeretnék látni. Én próbálok krisztusi elvárás szerint élni, ugyanis Isten szemében nincsenek szebb, csúnyább, jobb, rosszabb, gazdagabb, szegényebb emberek. Isten szemében egyek vagyunk, úgyhogy így is kellene élni mindenkinek. Úgyse annyi a világ, amennyit a szemed lát, nem áll annyi, amennyit a szemed lát. Ha a szemed szürkét lát, gondolatot szünet lát.